Sziasztok, a nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A mai rész elég érdekes lesz számomra abból a szempontból, hogy ez abban a városban történt meg, ahol én lakok. Ez a hely nem más, mint Stoke-on-Trent, Anglia. Maga a gyilkosság az csak pár utcányira történt a lakásomtól. A mai kegyetlen gyilkosság is eléggé szívszorító lesz, hiszen egy nagyon segítőkész, önzetlen lányt öltek meg, és ráadásul az a srác ölte meg őt, akin a lány előtte segített. A mai történet Megan Newtonról fog szólni, akit Stoke-on-Trentben öltek meg 2019. áprilisában. A lányt szeretném bemutatni nektek, hogy ki is az áldozat. Megan Newton éppen hogy 18 éves volt. Ennek ellenére nagyon ösztönözte őt a továbbtanulás. Sportterapeuta vagy gyógytornász szeretett volna lenni. Mindenképp közel akart maradni a családjához, akiket nagyon szeretett, és nagyon szoros kötelék volt köztük. Megan hétvégente a 7 éven aluliakat edzette, mint futballedző, és a lány emellett tagja volt a 18 éven aluli női futballcsapatnak is. Egy külön lakásban lakott, amit 3 részmunkaidős állással tudott fedezni. Azt mondták, hogy Megan nagyon-nagyon jó szívű volt, hálás volt a családjának, és hogy a gyilkosság 2019-ben történt. Utána jött ez a világméretű járvány. És azt mondta a családja, hogy Megan biztosan jól kezelte volna ezt a szituációt is, biztos, hogy az interneten keresztül folytatta volna a kisgyerekek oktatását. Meganről tudni kell még, hogy segítette az időseket is, hogyha valakinek szüksége volt bevásárlásra, akkor ő elintézte nekik. Úgyhogy egy nagyon jó szívű lányról beszélünk, aki éppen hogy 18 évet betöltötte és elvesztette az életét. Most bemutatom magát a gyilkosság éjszakáját. Megan 2019. áprilisában a barátaival elment szórakozni a városba. Itt találkozott Trevorral, a régi iskolatársával. Trevort az éjszaka folyamán már kidobták egy bárból, hiszen az ajtószemélyzet, a biztonsági, talált nála egy zacskó ketamint, és ő későbbiekben úgy írta le, hogy nagyon részegnek is tűnt emellett. Szóval amikor Megan találkozott Trevorral, akkor Trevor megkérte őt, hogy hadd aludjon a lánynál, hiszen nem akar hazamenni a szüleihez, mert ugye drogozott is, és nagyon pörgött, és így is szégyelte magát a szülei előtt. A lány beleegyezett, egy taxin el is mentek a lány lakásához. Erről vannak is felvételek, amikor a hátsó kapun besétálnak a lakásokhoz. Majd egy belső biztonsági kamera felvételen láthatjuk is, amint Trevor és Megan besétál a lány lakásába. Majd pár óra múlva Trevor elhagyja a lakást, kimegy hátul a hátsó kapun, majd eldob valamit. És hogy mi is történhetett magában abban a pár órában, amíg a lakásban voltak? Nos, a teljes valóság már nem derül ki, de annyit tudunk, hogy Trevor ivott is, és valószínűsíthető, hogy drogozott is. Majd szexuális kapcsolatot akart létesíteni Megannel, aki viszont visszautasította őt. Ezért elkezdte folytogatni a lányt, megerőszakolta, majd kiment a konyhába, talált egy kést, visszament, és többször megszúrta Megant a hátán és a nyakán is. Trevor a gyilkosság után elhagyja a lakást, és egy felvételen szintén látható, hogy a véres kulcsokat eldobja. Ezeket a kulcsokat későbbiekben a reggel folyamán a szomszédok megtalálják, ezért bemennek a lány lakásába, és ott megtalálták Megant arccal lefele az ágyon, holtan. Trevor, miután eldobta a véres kulcsokat, elment egy közeli híthoz, az A500-as híthoz, és ott legugolt a lábait a korláton átdugva, kulcsolva, talált rá egy járókelő, értesítette a rendőrséget. A rendőrség bevitte őt a kórházba. A kórházba vette föl őt az apja, hazavitte, és később a rendőrök, miután a biztonsági kamerákat látták, elmentek a srác lakásához, és letartóztatták Trevort. Most pár szót, pár mondatot elmondok Trevorról, az addigi életéről. Ugye már volt neki elég súlyos előélete eddig is, de hogy mi vezetett ahhoz, hogy megöljön egy lányt, ráadásul azt, aki segített rajta? Nos, apró válaszok lehetnek persze, egyik se ad arra okot, hogy megölje a lányt.
És akkor kezdjük is azzal, hogy Trevor szintén focizott, kapus volt, és őt beválogatták egy olyan csapatba, ami elég nagy meccseket játszott volna a későbbiekben. Tehát Trevor is fél profi volt, akár csak Megan. Angliában amúgy is nagy divatja van a focinak, és tudnak is játszani. Nagyon jó csapataik vannak, és Stoke on Trentnek is van saját foci csapata, van stadionja is. Visszatérünk Trevorhoz, hogy mi volt az ő előélete. Trevor Stoke on Trent legtehetősebb területén nőtt föl. Mindkét szülője rendőr volt. Az édesapja ráadásul a haderőnél is dolgozott. A gyilkosság éjszakáján ezért is félt visszamenni a szülei lakásába, hiszen szégyelte magát. Ugye, hogy részeg is volt, be is volt drogozva, és így nem mert a szülei elé állni. Ezért választotta, hogy akkor inkább meg egy lakásába megy. Trevor nem csak, hogy jó helyen nevelkedett, de jól is tanult. Elég ígéretes jövő állt előtte. Mind a tanulmányok során, mind az, hogy félprofi labdarúgó volt már ekkor, 2019-ben. Trevornak volt már komoly előélete, hiszen 15 évesen azzal vádolták, hogy orálisan megerőszakolt egy 14 éves lányt. Ezt egy nagy nyilvános iskolai letartóztatás követte, viszont vádemelés végül is mégsem történt. De ezek után az iskolatársai elkezdték Trevort pedónak és Rolf Harrisnek nevezni. Rolf Harrisről zárójelben annyit, hogy ő egy pedofil volt, 5 év 9 hónapot kapott, 4 lány szexuális zaklatása miatt. 2019 márciusában 4 héttel a gyilkosság előtt Trevor öngyilkosságot kísérelt meg, le akart ugrani az A50-es hídról, de lebeszélték róla. Valószínű a tárgyalás során próbáltak a depresszióra hivatkozni, de az ügyész azt mondta, hogy igen, depresszióra utaló jelek vannak, viszont ez a gyilkosság éjszakáján elég alacsony szinten működött, inkább a drog és az alkohol hozta ki ezt Trevorból. Végre jött a tárgyalás napja is, és Trevor életfogytiglani börtönbüntetést kapott. 21 év és 65 napot mindenképp le kell, hogy töltsön, és ezután kérheti egyáltalán a szabadlábra helyezését. A nagymama azt mondta, hogy Trevor úgymond csak 21 évet kapott biztosan, amit ugye le kell töltenie, viszont a család egy örök életre megkapta ezt a terhet. Zárójelben annyit szeretnék mondani, hogy 2019-ben, amikor a gyilkosság megtörtént, akkor mi nem voltunk Stoke on Trentben, pont nyaraltunk, és nyaralásból visszajött, én már csak azt láttam, hogy az épület mellett rengeteg virágcsokor, plüssmackó található, az emberek tiszteletadást tartottak éppen. És miután elkezdtem ezt a csatornát készíteni, jutott eszembe, hogy akkor talán erről az esetről is szeretnék egy rövid összefoglalót mondani. És most a temetésről szeretnék néhány döbbenetes képet mutatni nektek. Megön szülei arra kérték a gyászolókat, hogy színes ruhában jöjjenek, hiszen a lányuk is egy nagyon színes, életvidám ember volt, és ezért így szeretnének megemlékezni róla, és a többieket is erre kérték. Rengetegen jöttek el a temetésére. Motorosok, focisták, a munkatársai, ugye 3 rész munkaidős munkája volt, tehát munkatársak, iskolatársak, barátok, nagyon sokan jöttek. Voltak, akik be se fértek a szertartásra, csak kívülről hallgatták a megemlékezést. Itt Angliában az a szokás, hogy egy olyan autóban hozzák a koporsót, ami hátul üvegezett, tehát láthatod a koporsót, a koszorúkat, úgy viszik át a városon, a templomtól a temetőig. Megállnak viszont fehér üveghintója volt, amit 2 fekete ló húzott. Miután a temetés megtörtént, Megan szülei arra kérték a kicsiket, a 7 éven aluliakat, akiket Megan edzett, hogy a meccs előtt egy tapssal emlékezzenek Meganre. Ezt majd az elköszönés után láthatjátok. Köszönöm, ha megnéztétek a videót. Hogyha hasonló videók érdekelnek titeket, akkor kérlek iratkozzatok fel. Nyomjatok egy lájkot. Ez furcsa azt mondani, hogyha tetszett, de hogyha maga a történet és az összefoglaló tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. A következő videóban remélem ugyanúgy találkozunk. És akkor most következzen a 7 éven aluliak megemlékezése Megönről. Sziasztok!